Connecticuti Magyar Fesztivál egy éve indult hódító útjára, nyilvánvalóan hagyományteremtő szándékkal. Az első alkalom sikerén felbuzdulva a szervezők ez év szeptemberében is igazi magyar hangulatot varázsoltak az 1918 óta működő Wallingfordi Magyar Ház udvarára. Szólt a muzsika, ropták a táncot, s incsiklandó illatok keringtek mindenfelé. Dr. Somogyi Balázs, a Wallingfordi Magyar Ház elnöke, s egyben a fesztivál főszervezője beszélt a rendezvény kiemelt céljairól. A fesztivál legfontosabb feladata az, hogy megismertesse a magyar kultúrának legalább egy részét az amerikai közösséggel is. Tehát csak a magyarságot, hanem környék amerikai polgárait is megismertesse a magyar kultúrával, és a zene és a tánc részét képezi ennek, és nem is szóval a magyar gasztronómia meg elég gazdag és kiterjedt. Ennek a rendszeresítése és ennek a használata a fesztivál folyamán fontos. És nagyon fontos az, hogy magyar pálinkát is ihasson a polgár, hogy erre jár. A legfontosabb viszont az, hogy jól érezze magát a résztvevő közösség. Tehát megtalálja azt, hogy érdemes ide eljönni egy szombat este azért, hogy egy pár órát eltölthessen egy magyar környezetben. A második Connecticuti Magyar Fesztiválnak a kultúra megismertetése mellett, ha úgy tetszik, rejtett céljai is vannak. A 30-as évek vége felé még magyar központként működő Wallingfordban az óhazai örökség őrzőinek ugyanis szembe kell néznie a ténnyel, hogy az a bizonyos második generáció ritkán maradt szülővárosában, vagy éppen nehezen érhetőek el a fiatalok annak a bizonyos generációs különbségnek köszönhetően. Elkerülhetetlen az, hogy el kell fogadni ezt a tényt, hogy az, ami az idősebb generációt mozgatja, érdekli, az a következő generációkat nem mozgatja és nem érdekli. Tehát lehetővé kell tenni a ifjúságnak, hogy olyan programokat állítsunk össze, amik az ifjúságot is érdekelhetik, megmozgathatják. És ez egy folyamatos feladat, nem mindig könnyű és nem mindig könnyen megoldható, de szerencsések vagyunk olyan szempontból, hogy a Wallingfordi Magyar Ház örökbe fogadta a Connecticut első magyar cserkészcsapatát, a Beodrai Ferenc cserkészcsapatot, amely a házon belül működik. Voltak a házad, a font a Beodrai Ferenc cserkészcsapatnak, szóval voltak éppen ifjúsági munka is folyik itt. Magyar iskola indul meg jövő vasárnap, úgyhogy úgy érezzük, hogy az utánpótlás ott van. Nagyon sok magyar szervezet abba fulladt bele, hogy képtelen volt utánpótlást előteremteni, és úgy néz ki, hogy ez nekünk sikerülni fog. Az anyanyelv továbbéltetésének tehát fontos pillérei a gyerekeket, fiatalokat nevelő helyi magyar iskola és cserkészcsapat. Az 5 éve működő Wallingfordi Magyar Iskolát az intézmény megálmodója és igazgatója Tóbiás Attila mutatta be. Az iskola 5 évvel ezelőtt indult, és igazából nem az volt az indítatás, hogy itt egy magyar iskola lesz, hanem az volt az indítatás, hogy itt lesz egy vasárnapi iskola. Tehát az volt az alattom a szándékom, hogy ezekkel a gyerekekkel majd esetleg KT-t meg hittent is fog tanítani. De a szülők ezt másképpen gondolták, és az egész vasárnapi magyar iskolából a vasárnapi az tulajdonképpen az inkább egy idő meghatározó lett, mint hogy bármiféle iskolát, hogy így lettek a magyar iskola. A gyerekek az papír szerint 3 éves kortól 14 éves korig, de ez gyakorlatilag 2,5 éves kortól 16 éves korig van. Három csoportban vannak osztva, ugye vannak az óvodások, körülbelül olyan 2,5-től olyan 5 éves, 6 éves korig. Nem igazán a kor számít, ami határozna abba, hogy mikor kerül a gyerek óvodából iskolába, hanem maga a tudásszint, az, hogy esetleg elkezdette már tanulni, olvasni, vagy írni, vagy még nem. És aztán a középső csoport gyakorlatilag 5-6 éves kortól olyan 10 éves korig, és 11 éves kortól fölfelé kerülnek a nagy csoport. Eddig megköveteltük, és a felvételi lapunkban benne is van, hogy ha lehet, akkor olyan gyereket írassanak be a magyar iskolába, akik megértik a tanítónak, a tanárnak az utasításait. És ezzel azt hiszem egy év kivételével ez mindig így is volt. Volt egy év, amikor volt a csoportomban egy gyerek, aki egyáltalán nem beszélt magyarul. Nehéz is volt. Tehát úgy az órát tartani, hogy tulajdonképpen két nyelven beszél, és azt hiszem, hogy ezen az éven újra akadt egy ilyen gyerek, úgyhogy majd megküzdünk a problémával, de remélem, hogy majd sikerül. Nem tudok olyan családról, aki mondjuk egy óvoda után itt hagyta volna az iskolát. Tehát az óvodások nagy része, akik annak idén óvodások voltak, a kicsi, illetve nagy csoportosak, és mindannyian az iskolában. A magyar iskola az két hetente
vasárnaponként van, ami hát semmiképpen sem egy elégséges dolog, de legalább valami. És kevés is az idő ahhoz, hogy magyar nyelv, kultúra és történelmet is tanítsunk, de megpróbáljuk úgy alakítani az olvasási anyagokat, olvasmányokat, hogy magyar történelmi szemmelvények nagy csoportokba kerüljenek terítékre, és ezzel olvasás gyakorlása mellett tulajdonképpen egy kis történelmet is tanuljanak. De ugye elsősorban a magyar nyelv írása, olvasás és beszélés a fő cél. Nagy szerencsénk volt, hogy azok, akik tanárok, akikkel elkezdtük az iskolát, ők tényleg pedagógusok voltak. Ma pedig, akik tanítanak, most már mind a hárman, mi annyira vagyunk csak pedagógusok, valamicskét azért megtanultunk a főiskola vagy egyetem alatt, és mind a hármunknak, a nagycsoportos tanítóbácsink, ők tényleg tanítóbácsi. Ebben a mai világban az, hogy valaki elvállal valamit, és nem csak egy alkalomra, hanem minimum egy évre, azért ahhoz kell egyfajta elkötelezettség, és ezért én hálás vagyok mindenkinek, aki az iskolánkban eddig tanított, és aki most tanít, és aki majd ezután még tanítani fog. New York körzetéhez tartozó Wallingfordi cserkész csapat mindössze 3 éve működik. Azóta viszont folyamatos létszámgyarapodás, állandó érdeklődés övezi szülők és gyerekek részéről egyaránt. Monzereit a fesztiválon is megmutatta. Külön kis grundjuk mágnesként vonza az aprók figyelmét, ami nem csoda, hiszen a kipróbálásra kínált játékok között igazi kuriózumok tönnek fel, például a gólyalábozásra még a játékos kedvű felnőttek is kaphatók voltak. Fogarasi Miklós, New York körzet parancsnoka fedi fel előttünk a cserkészet lényegét, a felé tanúsított érdeklődés okát. A cserkészet lopja be talán a lexikális tudás mögé a színt, az energiát, a vagányságot, mindezt korosztályra megfelelően kidolgozott pedagógiával teszi. Nem kényszerítünk kicsi gyerekeket arra, hogy nagyoknak látszódjanak, és a nagyokat is húzzuk följebb, egyre magasabb szintre, ameddig csak ők akarják. Ez a fajta vagányság, ami lassan a mai komputer, tévé, text kultúrában kiveszőben van, nagyon jól rezonál a gyerekekben, és aki egyszer-kétszer eljön egy foglalkozásra, ahol élő játék van, élő éneklés van, körtánc van, nem művészeket kell megfigyelni, hanem hozzájuk hasonló kortársak csinálják ezt, szabadon befogadják ezeket a kezdőket, és az, hogy valahova tartozol, és elég vagány dolgokat csinálsz, azt szerintem ma is nagyon vonzó. Minden csapatnak munkaterve van, az iskolai évhez hasonlóan szeptembertől májusig a munkatervet követi. Minden egyes alkalomra egy részletesen kidolgozott program. Nem csak azért, hogy a próbapontokat így kijelöljük, hogy melyik alkalommal tanítjuk, hanem azért is, hogy egymásra épülő élményeket tudjunk adni. Ezen kívül egy város az nem önmagában él a cserkészetben, hanem együtt lélegzik az egész kerülettel. Tehát az én feladatom, mint körzeti parancsnok az, hogy a New York-i körzet városait összehozzam, ha sikerül, akkor például januárban ismét 100 cserkészünk itt lesz ebben az épületben, Washingtontól Bostonig, akik egy hétvégére azért jönnek össze, hogy furuljázzanak, citerázzanak, dorombon tanuljanak, Kodály hagyományokat követően, Kodály hétvégének is hívjuk az esemény. Tehát minden egyes cserkész tagunk egyszerre tartozik az őrsébe, az őrse képviseli a városi csapatot, és ezek a csapatok egymással is találkoznak körzeti eseményeken, illetve még nagyobb országos szintű kerületi eseményeken, mint például a Filmóri nyári tábor. A cserkészet elképzelése szerint a fiatal elme pallérozásának 3 fontos eleme van. Az iskola a cserkészet nyújtott a vagányság mellett a hitélet gyakorlását is fontosnak tartja. Wallingfordban pedig erre is van mód. A korábban megismert magyar iskola igazgatója ugyanis egyben a helyi református templom lelkipásztora is. Tóbiás Attila a Wallingfordi gyülekezet élére kerülése óta azon fáradozik, hogy újra magától érthetődő legyen, a templom falai között is az otthon édes nyelvén hirdettetik a Szentírás szava.
Úgy néz ki a jelenlegi helyzet, hogy amikor ebbe a gyülekezetbe kerültem, körülbelül 5 évvel ezelőtt volt, akkor csak angol istentisztelet volt a gyülekezetben, annak ellenére, hogy ez a gyülekezet, ez egy magyar gyülekezet, bár a neve ma már nem tükrözi. A templomot magyarok építették, sőt a templomot magyarok építették újjá utána kétszer, tehát egy 110 éves gyülekezet beszélünk, csak az a szerencsétlen helyzet volt, hogy egy-két elődünk úgy gondolta, hogy mivel az angol szót úgyis mindannyian értik, akkor talán ő nem fárasztja magát azzal, hogy két nyelvige hirdetést készít. Így angolul mentek az istentiszteletek hosszú éveken keresztül, és hát aztán ez tükrözte a gyülekezet aránya is, tehát hogy hányan voltak úgymond angolok, akik tulajdonképpen magyarok voltak, csak már kényelmesebb volt angolul igét hallgatni és beszélni. És mennyien maradtak a magyarok. Azt mondanám, hogy ez a dolog, ez nagyon megfordulva látszik. Tehát az angol része a gyülekezetnek, ez csappan, tehát eléggé előregedett, és a magyar része ugyan, ha nem is rohamosan, de nagyon lassan növekszik. A fáradozás pedig nem hiába való. Wallingfordban láthatóan virágzik a magyar közösség, a fesztivál hangulata fergeteges, megállás nélkül fogy a kürtős kalács, lángos, káposzta, laci pecsenye. Az árusok jókedvel kínálták portékáikat, a látogatók örömmel vásároltak könyvet, pólót, csecsebecsét, csak egy kicsit hazai, csak egy kicsit magyaros legyen. S közben megállás nélkül csengett a muzsika, kopogtak a csizmatalpak, akiknek kedve és ereje bírta, táncházba robhatták hajnalig. Aki lemaradt, cseppet se búsuljon, hiszen dr. Somogyi Balázs a szervezők nevében ígéri, minden nehézség ellenére, jövőre, ugyanitt. Tavaly megkaptuk a Hungary Initiative Foundation-nek a támogatását, amelyet idén ez a szervezet képtelen volt számukra biztosítani, úgyhogy az fesztivál anyagi bázisát úgy kellett összeszedni, hogy az ember megközelített embereket, egyéneket, szervezeteket, és de így is sikerült ezt az összeget összehozni. Tavaly az volt a benyomásunk, hogy kb. 700 látogatója volt a fesztiválnak. Idén arra számítottunk, hogy 1000 fesztivál látogató lesz. Azt hiszem, ezt nem értük el teljes mértékben, de a fesztivál hangulata nagyon jó, a benyomások nagyon jók, a ételek, italok megfelelőek, a zenei program kielégítő, szóval mindenképpen úgy érzem, hogy ilyen szempontból sikeres volt a fesztivál. Én azt hiszem, hogy már ezt nem lehet kiirtani belőlünk. A második fesztivál után a harmadik fesztivál is egész biztos sorra kerül. Természetesen ennek a dátumát még nem tudjuk, de valószínűleg szintén szeptember elején 2016-ban kerül ez megrendezésre. Megvan az energia, az igény, és megvan az érdeklődés, úgyhogy ezt azt hiszem a feszélyt.